Lancashire Medalist, you know, Bevel taking part in his second World Championship, a European champion and a World Grand Prix finalist. Ladies and gentlemen, the Titan, Dirk van Dijvenbode! Ladies and gentlemen, from England, the reigning Premier League champion and the three-time Lakeside champion of the world, Dada, Glenn Durant! Hát elég lendületes bevonulást produkált a holland. Hát ő mindig ez elképesztő, de már a lányok is átvették a koreóját, úgyhogy már nyomják. Igen. Ők is. És Glenn Durant is egy kicsit megpróbálta utánozni, de ott nagy az egyetértés. Na, hát mi van, csak kicsit meghúzódott. Meglátjuk, tényleg egy feltörekvő ifjoncról van a szó. A táblát nézik, hogy már megint nem sikerült egyenesre állítani. Igen. Igen, valószínűleg mind a kettőjük jelzi, hogy probléma van, akkor Paul Hinks most ezt orvosolni próbálja majd. Szerintem egy picit el van ferdülve a tábla. Én azt nem értem egyébként, hogy ugyanazzal a felszereléssel rakják föl elméletileg, mint amivel leellenőrzi a játékvezető. És de van egy ilyen műszer, amivel beállítjátok? Van, hát ugye mindig van külön ember, mind a két a szervezetnél, a PDC-nél is megvan erre az ember, illetve a PDC Europe-nál is, aki ezt a táblát fölcserélgeti, és ő nekik vannak ilyen. Te Glenn Durant, igen. Itt kell? Itt kell? Hát egy ilyen kis libella van egyébként, amit általában be lehet rakni, vagy a tripla, de általában inkább jobb a dupla. Na most úgy látom, hogy Paul, nem nagyon jutnak dűlőre Paul Hinks-el, hogy mi az, ami nem stimmel. Na mindegy, szóval van egy ilyen libella, amivel azért be lehet ezt állítani szépen egészen pontosan. Bár ezt megmondom őszintén, általában csak Kirk Bevisnél szoktam látni, hogy ezt használja. A többiek inkább csak szemre a játékosok megelégedéséig állítgatják a táblát. És akkor itt van közben az útja Glenn Durantnek is, meg hát ugye Dirk van Dijvenbode-nak is. Ugye Durantről már, vagy Dijvenbode-ről már beszéltünk, hogy kiket sikerült legyőznie, úgyhogy Glenn Durant pedig ugye ez a friss Premier League győzelem, egy remek évjáratot képvisel, 1971 születésű. Így van. Akkor ezek szerint ugye úgyhogy ő is az idén töltötte, így igen. Van. Szép kicsit kerek. Hamarabb, egy kicsit idősebb. Igen, pár hónappal idősebb, mint te. Egy. Egész pontosan, mert hogy november. Ja, egyel. Okay. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye Gary Anderson várja innen a párját, igen. Azt azért tegyük igen. Hozzá, nagyon fontos, mert azért itt alakulnak már szépen a legjobb nyolcban. 12. egyébként a PDC ranglistáján, a Dijvenbode pedig 43. tehát ő Pro Tour listáról jutott be, a Pro Tour listájáról, ott a harmadik helyről, úgyhogy a World Grand Prix döntős, szerintem döntőt játszott, de a World Grand Prix, illetve a friss Premier League győztes méri össze a tudását. 140-nel indít Durant. A tripla jön lent. A 697
darab 180-nál is a 180 egyébként, akkor most már akkor ugrottunk 600, is egyet. 698. Igen. Már csak kettő kell a 700-adikhoz. Egészen jó kis estének ígérkezik ez a mai program. Ezben Darren szépen lerakta magát 92-re már, és hátsó pályáról ráadásul. Itt is rögtön egy break leggel kezdhetünk, egy 134 jön a hollandtól. 92-re 17-es kell, megvan a tripla, dupla 8, és nem találja a duplát Glenn Durrant. Kell a 20-as, az megvan, és a dupla 20. Fölé dobja az első dupla kísérletét a holland. Első nyíra nincs meg a dupla 8, és a másodikra viszont már megvan. Elhozza a kezdését Divenvode-tól Durrant. Mind a kettő triplának a csücskében, az viszont ott nem volt tripla, de 94 pont annyit Glenn Durrant. Megint a leváltás sikeres a padlizsán fiútól, ugye sokan már így hívják. Ott is van a kis padlizsán a gallérián. Aki nem tudná esetleg, hogy egy padlizsán farmon dolgozik. Az első meccsére még hozott is ajándékba. Sőt, aztán még a PDC táncos lányoknak a 180 közben. 180, igen. Az oldalán, a Facebook oldalán, meg a Twitteren is ki lett rakva videó, ahol mindenféle koreográfiákat nyomnak táncolással egybekötve. Egy érdemes megnézni, nagyon kis vicces videó, még egy író is szerepel benne, az egyik írósrác. 96-os dobás, 91 pontra megy le Dirk van Duivenbode. Fönt hagyta most ő, most igen, jövésen. Fordítottan játszanak most, megint a hátsó pályáról érkező játékosnak egy sokkal jobban a fogyasztás, és előbb ér le a tömegről kiszálló közelébe. 91 pont. Megvan az 51, dupla 20. Ez fölötte. Bedobja. Azt viszont bedobja, és megvan a kiszálló és az egyenlítés. És a holland folytathatja. Százas. Kicsit jobb kezdés. Az már a triplában a második nyíl. 100 pont Durrant-től. Itt is egy százas. Majd egy gyönyörű a két tripla kell, a harmadik is, így nincs kiszálló. De 176-ra azért lemegy Dirk van Duivenbode.
Itt megjön a két tripla. Marad a 28? Nem? 68 marad. 140, nem? A tripla 140 kellene, ez se rossz. Már így kiszálló, de lement. Jócskán. Ott a tripla, dupla 4. Egy kicsit bejebb kell hozni, és be is, be is dobja. Eddig 3-ból 3 break leg. Hát csopáján jobban érzik magukat egyelőre. És nagyon alá ment mindegyik, nyíl. Hát ez se sokkal jobb, sőt. Most jó a tripla kezdésnek. 100-as. Ez is. A válasz, igen, rögtön az első sikertelenebb kör után, de a kettőjüknél jön a tripla. Tarend folytatja is. Oda jó, sőt, a kettőben van eddig. 180! Hát a legjobbkor most. Már 162-ről, és ott a 700-adik? Igen. Bizony. 162-ről. Igen, ez volt a harmadik. Nem tud kiszállni, de nem tudott lemenni diving board-e sem kiszállóra. Na nézzük, hogy mi jön belőle ki. 105-öt dob, 57-e marad, és lesz háromnyira egész biztos arra, hogy az első szettet elhozza Darent. 57-ről, 17 dupla 20. Kicsit alá kell dobni, de most nem dobja. 123-mal tudja kihozni a döntetlent a helyzetből. Kell a tripla 18, nem sikerül. Ráadásul szektorhiba. Úgyhogy csak 77 így, és akkor 40-ről. Nagyon rákészül, de nem tudja, hogy nagyon fontos kiszáll. Azt mondja, ott van hátul egy flaska. Diving board asztala mögött. Ó, dupla 10. Bedobja. Bedobja a kiszállót. No, hát megvan az első szett. Lendarent elvitte 3-1-el. Rövid szünetet tartok, és jön vissza a második szettel. Közben visszaérkezünk, és én pontos statot néztem, amikor ez a kis incidens, vagy nem incidens, csak valamit beleívott a hollandnak a vizébe beleívott véletlenül. Hát ugye a megszokás, meg arról nem is beszélve, igen, hogy... Igen, te mondtad, hogy a jobb oldali asztal az a magasabb rangsorolt játékos. És ez már másodszor fordul, sőt, igen, harmadszor fordul. Tevon Petersen is az ön nevetgélt Gary Andersonnal, hogy rossz asztalhoz ment oda a dél-afrikai. De most is az történt, és a megszokásból Glenn Darrent oda ment ahhoz az asztalhoz, amin elvileg az övé kéne, hogy legyen egyébként. De hát ezek szerint nem volt ebből a szempontból valami eligazítás, hogy kinek kell oda mennie. Mindenesetre itt közben a szünetben néztük, hogy igen komoly problémát okozott a tábla beállítása, amit egyébként nem értek, mert... 180 közben azért.
mert vannak megfelelő célszerszámok ezeknek a beállítására, de még mindig ott tartanak, hogy szemre próbálják belőni, amit nem értek egyébként, hogy ott senkinél nincsen olyan vagy lézeres vízmérték, vagy az a simán ebbe a szektorokba beleilleszkedő libella, amivel gond nélkül be lehetne állítani vízszintesre, ugye kvázi függőlegesre, de azáltal, hogy oda rakják. Na mindegy, ez legyen az ő problémájuk, mert a játékosoké majd megoldják. Végül is célozni kell, picit arrébb van, hogy oda céloznak. Nagyon szép átlagon van Dirk van Duivenbode, de hát igazándiból eddig a kiszállózás nem sok sikerrel járt nála, és nagyon le volt maradva ebben a bizonyos negyedik legben. 89. Szépen lement 40-re Dirk van Duivenbode. 192, megint, mintha ismétlődne az előző szett. A kezdést elvégző játékos, ugye aki az első sorozatot dobja. Megint nagy hátrányban. A holland lehetőséget kap, hogy elvigye Glenn Durant játékát. De az dobni kéne. És bedobja az utolsó nyíllal a dupla 20-at. Sok a break leg. Csak 59-el kezd, hihetetlen, nem tudnak első pályáról játszani. Kipattanó nyíl. Százas. Szép, 180 megint. 180 Duivenbode-tól. Ez már a harmadik neki. Durantnek kettő van. 137. 137. Durant-től most egy kicsit át tudta venni az irányítást. És gyönyörűen lerakja magát 32-re a holland. Durantnek nincsen sok esélye, csak az, hogy minél nagyobbat dobjon, hát ha hibázik. 81, és nem találja a kiszállót. 54-es kiszálló közben. És megint egy break leg. Hihetetlen. 1-1. Hát csak sikerült Hollandnak elpepecselnie. Milyen fejet vág kiszállóra. Elég magasra teszi a lécet Glenn Durant. 140-nel. Pont érkezik. Százos. 94 pont. Le van maradva most Dirk van Duivenbode. Boda.
Na, és jön a tripla. Jön lent. Tripla 17. És egy kiszállón van Gdarent. A tripla. Ez egy kicsit sok volt, ez a 154-es kiszálló. A hollandot. Gondoltam. Egy kicsit megfogta. Hát nem tűnik, mert... Hát egy legerejéig előfordulhat, de azért azon túl fogja magát tenni, mert azért nem egy csodát dobott, nagyon szép kiszálló, de nem fogja szerintem Dirkes sokáig azért nagyon emészteni rajta magát, sőt lehet, hogy már most sikerült túltennie magát, mert dob egy 140-et, Grant Darrent viszont eléggé fent ragadt. Jó, egy tripla 19-es még jó, de már nem sikerül. 54, Dirk Lukwan 56. És nem tudja megcsinálni. Megdobnia. Megint óriási zicsert hagy ki. Jön még egy 16-os kell. Az megvan, és a dupla 20 Glenn Darrentnek. Bedobja a 2-1-es vezetésért. Kegyetlenül használja ki Glenn Darrent az esélyeit. Miközben a holland mindössze 18%-a kiszállózik, 11-ből két duplája van csak. Az nagyon kevés. 12-ből 5-öt dobott meg Glenn Darrent. 42%, igen. Itt van mutatóba. 99,37-es átlagon van Dirk van Duivenbode, de még Glenn Darrent 91,46. De itt nagyon sokat számít, hogy a kiszálló itt ilyen hatékonyan dobja Glenn Darrent. 140 pont. Gyönyörűen jön lent a tripla. 191 pontja van. Na, most jó az a tripla. Meg még egy. Meg még egyet dob. Majd egy gyönyörű 159-es kerekítő 32-re. Egy picit itt a helyszíni kommentátorok is vissza idézik Darrent előző meccsét, ahol ugye elég simán indult a meccs Danny Baggish ellen, aztán, aki aztán 3-2-ig ugye vissza tudott jönni. Aztán a döntő, ugye az utolsó szettet elvitte 4-2, nem a döntőt, hanem ugye a hatodik szettet elvitte Glenn Darrent. Viszont a holland megoldja ezt a kiszállót, és ezzel egyenlít szetten belül, viszont Darrent fog kezdeni. Sőt, ma meg is tette, de nagyon elég gyengén eddig. Csak 40 ponttal kezd. Itt a lehetőség. De is a tripla. Két tripla. 140. 19-esen már jó. 96. De csak 96 egy triplás kör volt Darrentől, úgyhogy ez még így is kevés, mint amit egy körből csinált Neven Bode, csak most meg ő nem dobja a triplát. Igen, 57-et dob a holland. Ez nem akkora előny. Két triplával azért Darrent visszaállíthatja a dolgokat, de hát. Most egy sem jön megint. Lemegy 164-re. A tripla az jó, akkor tripla 20-as kell a 170-hez, nem találta el. Nincs kiszállón Darrent, viszont nagyon boldog. Oh, az nagy hiba. Kicsit javított rajta. 86-ja van, de
Nézzük, hogy Darrent hova megy. Nagyon alá megy most, nem találja. Igen. Azt talán, nem, az is alatta van. Kiváltott a 18-es, de ott sem talált triplát. 152. Na 86 az egyenlítésért. Találta el. Na jön még egy bravúr a 154 után. Szerencséje volt, mert 14-esbe ment. Mindjárt lerakja magát 40-re, így van. Csak hát a kérdés, hogy tud-e rádobni. Ha nem tud rádobni, akkor ez azt jelenti, hogy Devin Booth egy elit. Vezető nyílnak, jó. Uha. Nagyon közel van, nincs benne. És a harmadikat is mellé dobja. Nem találja el. Így viszont könnyen 2-0-ás hátrányba került a szettekkel. Fú, de magas. Kicsit lejjebb. Már közelebb van. Lesz esélye a hollandnak? Nem lesz. 2-0. Ez mekkora volt! Visszanézett Uwe Bodéra, aki teljesen kivalakad, vagy nem találja, kiszad majd. Egy ilyen kis kunyoros kis nyelvnyújtás, ez aranyos volt. Ez a rövid szünet, aztán jövünk vissza. Hát Steven Bodénak volt lehetősége egyenlíteni, de nem tudta megoldani a dupla 18-at. 97,46-os átlaggal hozta Steven Bode ezt a szettet, miközben Len Darrentnek nem igazán ment jó, 84,6-tal hozta 8, ezt a szettet. Nézd meg, ez mekkora ez meg a, átlag igen, különbség. Igen, olyan 10 ponttal vezet. Csak nézd meg a duplákat. Igen, hát na, ott a Bibi, igen. Ott a differencia. Hiába dobod a tömeget, ha nem fejezed be. Közben szeretném megköszönni Zeitler Feri barátomnak, hogy küldött egy videót a Sporttelevízió Facebook oldalán a hozzászólások között, hogy a tihanyi vízhanggal hogyan hangzik egy igazi jó magyaros 180, aki esetleg tudja, nézze meg. Köszönöm szépen neki. És egyébként akkor gyorsan elmondanám még a mai nyereményjáték kérdést, mert azt hiszem arra még nem kerítettünk sort. Ugye az lenne a mai kérdésünk, hogy kik azok a játékosok, akik két egymás utáni évben tudták megnyerni a PDC egyéni világbajnoki címet. Tehát kik azok, akik címet tudtak védeni. Ezt a... Hát ki tudja... Hány nevet, ugye ezt szeretném, hogyha elküldenék a PDC nyereményjáték kukacgmail.com e-mail címre, és aztán a sorsolás. 97. Ezben elkezdődött ugye a harmadik szett. Hát most már Dirk van Duivenbodénak nagyon ki kell találnia valamit, hogy hogyan jöhetnek össze azok a fránya duplák, mert ez így nagyon kevés lesz Glenn Darrent ellen, ennél azért Darrent rutinosabban játszik. 170-re megy le Darrent. Hát csópályán vagyunk megint. Az 58 csak. 152. Kis szálló az is. Nagyon az első tripla. Második már nem jön. 98. 72-re megy le, 152-re megint kéne a bravúr. A tripla gyönyörűen 140-nel megy le. De hát nem biztos, hogy ez elég lesz. Mert ott van a tripla, és a dupla 12. És bedobja elsőre. Nem hagyja levegőhöz jutni a hollandot. Van vele, ha már egyszer lenyomtam a víz alá, akkor nem engedi föl.
ezekkel egyébként folyamatosan el tudja bizonytalanítani a Duivenbode-t. És látszik is, hogy egyre frusztráltabb, amikor egy-egy sikertelen nyíl elhagyja a kezét, kiszállóna, itt van óriási különbség. Ugyanannyi kísérletük van, ő mégis hetet meg tudott dobni belőle. '58. Jön a tripla, meg még egy. 108 van, gyönyörű. A válasz. Megint jön a tripla. Egy ötös. 96 marad. Várem. 96. Ott a tripla és a dupla 18, ez most jön elsőre, egy-egy. Száznegyvennel jól kezdi ezt a leget is a holland. Ott van megint a tripla, meg még egy. Nagyon jól csinálja, 180. Most nagyon megy. Úgy látszik, most azt próbálja meg elérni, hogy még nagyobb különbség legyen tömegbe kettő között, hogy legyen ideje dobálgatni a duplákra, ha már nem sikerül elsőre kidobálni, vagy legalábbis körön belül. Most ott a két tripla megint 47-re megy le, három kör alatt. Most érkezik Darent, de így már nem lesz kiszállója. És bedobja elsőre most. Most ebben a szetben mind a kétszer elsőre megvannak a duplái. Nagyon felszívta magát a holland. Pumpál is egyet a levegőbe, ahogy azt kell. Két darab 11 nyilas leggel fordította meg ezt a szettet, ugye Darren 14 nyilasa után. Még azért brutálisak azok a legek, amiket Duivenbode meg tud nyerni. 12-13, két darab 11 nyilas, egy 15 nyilas. Nagyobbik probléma az, amiket nem tudott megnyerni. 94. És megint egy picit lemaradt. És nem jönnek a triplák ebben a legben. Százos. '96, csak Evickél. Igen. Van Duivenbode Darent után. Itt valószínűleg az ötödik. Megint az ötös. Ötödik. Még egy ötös, ez hihetetlen. Hát így lehet, hogy nem az ötödik legre marad a döntés, de ez még nagyon magasan van, és azért sikerült egy utolsó nyillal triplát behajítani a rendnek. De egy 180-nal azért még oda pakolhat egy kis nyomást. Ott is van. Uff,
Így nem. Ő is megtalált az ötöst. És még kiszállója sem lesz 125-tel, 163, 6 nyila van 116-ra. Ez hihetetlen. Nekem le is váltott. És a búla meg lehetett volna, de az nem jön. Na nézzük, 163, de ez nem kiszálló, tehát kerekíteni kell. Egy jó 131-et akar dobni, de hát így ötössel kezdett, ez így már elég reménytelennek tűnik, főleg így egy hetessel. 31, hát a 32 30... sikerült, csak elé került egy egyes még. De messze. Nem is jön. Nagy bravúra? Lehet. Na, egy bull megvan. Még egy, és a dupla 16! Azt a mindenit, de gyönyörű kiszálló lett volna. Nehezét megcsinálta. Hát igen, abban a kis picikébe megvolt a két kerekítőnyi. De nagyon van, közel Darente? Van. Nem dobja, és nem dobja be a harmadikat sem. Így elviheti a holland ezt a szettet. Fú, még egy dupla nyolcat kell dobnia. Nem sikerül. Bedobja. De most a utolsó nyilla bedobja. És ezzel 2-1-re szépít. Nagyon fontos volt az ő szemszögéből, hiszen nagyon csúnyán elmehetett volna ez a meccs már. 59. 59-el kezdett Darent, így nagy esélye van Irfan Dulvenboldénak, hogy picit... 58. Tehát ő meg 58-al, úgyhogy semmivel sem jobb. Ott egy 180! Edwin Bodétól, a 8. már a meccsen. Gyönyörű! 174-jel Darent. Nem kiszálló ugyan, de közelebb van hozzá egyelőre, mint az ellenfele. Hát a két tripla lent gyönyörű. 129-re megy le. A 129-ről jön. Legyen Bode. Megvan a tripla 19. 72-je van. Bedobja a dupla 18-ot, még egy kell, azt is bedobja! Sínye! Aminden. Na ez parádés kiszálló. Gyönyörű megoldás. És az ilyenek tudnak ám akkorát lendíteni egy játékoson, meghozni a magabiztosságot, hogy most már ne csak a tömeg legyen meg neki, hanem a kiszálló is. Többen kérdezik, hogy miért hunyorog Glenn Darent az egyik szemével. Van nekem egy kedves ismerősöm, Mokos Peti, aki nagyon jóban van Liza Estonnal, és megkérdezte tőle, hogy ő mit tud erről a dologról, mert én megmondom, hogy nem tudtam információt, és annyiban kisegített minket Liza Eston, hogy gyermekkorában volt neki egy olyan betegség, amitől ilyen maradandó, hát nem károsodás, de egy ilyen látható sérülés megmaradt neki, és amiatt ilyen a szeme Glenn Darentnek, tehát nem
rossz, csak volt egy betegség, aminek ez így hátra maradt. 100. És közben egyébként szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Fülöp Lacinak a felhívása továbbra is él. A dárcosok horgász versenyére majd tavasszal lesz természetesen. Nem ilyen téli léghorgászatot tervezünk, hanem egy jó tavaszi időt megvárva. De Laci továbbra is várja a jelentkezéseket a dartsfish@gmail.com címen, de egyébként kiírtam hozzászólásba is a Sport TV mostani etapjához a Sport TV Facebook oldalán, ami a dartszal foglalkozik, úgyhogy ha valaki az e-mail címet nem tudta fölírni, az esetleg meg tudja most majd ott nézni az e-mail címet. Na nézzük, 52-re megjött-e az a magabiztosság Dirk van Duivenbodénak. Dupla 8 az utolsó nyíló a 2-0-áért. Nem találja el. Glenn Darren most tud javítani. Igen, 80-ról kell csak pályán megoldania. Hozhat egy leget. Mindig jó. És akkor a dupla-dupla fönt. Fölé dobja Glenn Darren. Most egy picit ő is többet hibázik ám a kiszállókon. Leromlott neki is a százaléka. 30%-ra. Szóval 3-ból 7. Dupla 4 az utolsó nyíllal. És nem dobja meg! Megint a duplákat a holland. Hát, visszaadja az esélyt. De még egy esélyt a rend. Ebben a legben nem valószínű. Lehet ki tudja, persze. Na, vált ki a végén. Dupla 10. Nem. Bedobja. Egy-egy. Egy-egy. És a kezdés előnye megint visszaszáll Glenn Darrentre. És dob egy triplát. Ninety-nine. Az utolsó nyíllal sikerül egy triplát. Száznegyven. Na. Itt a tripla, még egy. 140 utoléri. Glenn Darrentet. Csak nincs kiszállón. Van Duivenbode, nincsen. Esélye kiszállni 162-ről, itt viszont 17-ben megy. 17-es, igen, 65-je van, nem muszáj rámenni a 15 búra. Le tud kerekíteni 32-re Glenn Darrent gond nélkül. Szép. És ezt megoldja a Glenn Darrent, és már 2-1-re vezet ebben a szedben. 94. Kérdezik tőlünk, hogy valakinek esetleg előnyt jelente az, hogy magas és hosszúak a kezei. Hát elég csak megnézni mondjuk Phil Taylort, aki nem mondható éppen magasnak. Szinte alulról dobálta a tripla úszakat fölfelé. Nem jelent különösebb előny, tehát mindenkinek nagyjából a saját testi adottságaihoz viszonyítva kell kialakítani a dobás technikáját és azt, hogy az eredményessé váljon, tehát nincsen a testmagasságnak nincsen különösebb jelentősége.
dartsban. Kicsitelen egyébként nyilván, hogyha valaki magasabb, hát akkor az ember, rövidebb az út, akkor pontosabb lesz, nem tudom, nem hiszem, tehát nem jelent szerintem előny, mert akkor igazából mindenki próbálja az egyensúlyt megtalálni, és mindenki a saját szem-kéz koordinációjához igazítani a dobását. Akinek ez jól sikerül, abból lehet jó játékos. 137-et dob közben Darent, és kiszállón van. És kiszállóra mehet Evan Bode is, sőt. 180-at dob! Az igen, 71-re megy le. Mert azért ez ne legyen olyan könnyű. Kellett volna a tripla, így a 142-ről most nem fogja tudni befejezni Darent. De ez szép, a tripla 19-57 az jön, és nem egy 40-re, a 71-et dobni kell. Ó, és alá dob a tripla 13-nak, és nem, és dobja. Nem jön a dupla 18, megint cserben hagyja a kiszállózás. És itt van a lehetőség, Darent előtt a 3-1-hez. Semmi más nem kell csinálni, csak egy duplát a 3 nyílból valahova elrakni. Na, betolja. Betolja a dupla tizet. És ezzel 3-1-re vezet Glenn Darent. Na, mérgelődik. Nem tudom, és mutogat mi, vissza. Igen, nem tudom, hogy mi az, amin össze... Ez legalábbis, ami nem tetszik Darennek, majd meg tudjuk, hát, ha a szünet után kiderül. És mi? Három egyre vezet Glenn Darent. Nem igazán tudom, hogy most ezt azt mutogatja, hogy... Magának, vagy esetleg ez Darren Bode-nak szól? Nem, fogalmam nincsen. Nem, én is, hogy már nem is akarok találgatni, mert aztán megint én leszek a hülye. Úgyhogy inkább nem tudom. Nem tudom, hogy mit mutogat, nem is érdekel. Játszanak egy jót, az a lényeg, a többi meg... majd út is eldől, és majd ők azt legbeszélik utána, vagy nem, majd kiderül. Úgyhogy innentől kezdve én ezt nem fogom, ezeket a dolgokat így nagyon, nyilván valami van, nem tudom, valószínűleg ő is, ugye, amiről beszéltünk, hogy Dylfan Dulfenbold egy picit hevesebb karakter, ő picit jobban reagálja le a sikeres, meg a sikertelen dolgokat is, rendben, meg egy ilyen jó kis iparosként teszi a dolgát, és szépen klasszis játékát hozva gyűjtögeti be a szetteket. Majd kiderül, hogy melyikük jön ki jobban ebből. Itt van a kiszállózás, és az átlagom, ami mindig megvan, az a 10 pont körüli a holland javára, és mégis ugye óriási hátrányban van. 56. Vannal tapad rá Dylfan Dulfenbode-ra a hátsó pályán jövő Glenn Darent. És nem jön tripla, hollandnál egyből probléma lehet belőle. 113-ra megy csak le, 145-re sem jött. 65, Dirk Car 113. Jaj, de szép. Bedobja a 113-ról, igen. Most nagyon kellett neki egy kis magabiztosság miatt is. Meg hát most már olyan nagyon sokat nem hibázhat. Mert akkor akár a meccse is elmehet. Egy 180-nal megint Glenn Darent.
A 12. a meccsen. Jön a 13. Jött a 13. bizony. Ott a 4. nyíl a Darrennek. Levált a tripla 19-re. Az is bent van. A 6. is bedobja. 147-re megy le. Na nézzük, Devin Bodét. Ő neki már nem jön a 4. Sőt, az 5. sincs tripla, és a 6. se így nagy előnye van Glenn Darrennek. 147-re. Fú, de szép nagy 5-ös. Háj, Istenem, hát komolyan. Ne panaszkodjunk, ma már volt egy kísérlet. Igaz, nem jött össze, de gyönyörű volt Körnitől. 10 nyilak? Igen. Rontotta a dupla 12-t, és aztán a következő körben elsőre megdobta Terrell Gurney. 10 nyilas, és nem, de 9, csak egyet több. Hát. Az így van, 103-ra. Az jó, 88 maradt. Nem jön a tripla, így. Igen, azért lejjebb kell jönnie Duzzának, de... 48-a marad, egy szektorra kell majd menni. 134. 48-ra Glenn Darrent. Ott van a 16-os. És bedobják a dupla 16-ot, így aztán bedobja, aztán 1-1 az állás. Hát nagyon kell tepernie a hollandnak, hogy ne ez legyen az utolsó szett. 94 pont. Ebben jött egy kérdés, egyébként szerintem én már egy korábbi adáson megválaszoltam, és közben pedig Gábor azt írja, hogy még nem kapott rá választ, pedig napok óta fölteszi. Én emlékszem erre, és szerintem beszéltünk is róla, hogy a torna átlag nő-e az évek során, tehát ugye a játékosok fejlődnek-e. Alapvetően nagyon nehéz összehasonlítani, mert az utolsó 3 évben 96-an voltak, és ugye előtte csak 72-en, azáltal, hogy 96-ra felnőtt a mezőny, azért vele járt egy bizonyos fokú, hát nem higulásnak hívnám, de nyilván bekerültek bizonyos területi selejtezőkre olyan játékosok, akik nem a 100-as átlagokat dobálták. Nagy általánosságban véve egyébként a torna átlagok folyamatosan növekednek, de vannak benne azért hullámvölgyek, úgyhogy én szerintem azért itt komoly fejlődés van. Én inkább a fejlődést egyébként abban látom, hogy nincs az, hogy folyamatosan ugyanaz a 6-8 ember van ott a legjobb 8-ba, hanem mindig vannak meglepetések, mindig jön valaki, aki a 16-ba kiveri, vagy 32-be, vagy 16-ba kiveri a nagy esélyeseket, vagy kiesnek nagy esélyesek, úgyhogy én inkább ebben látom a fejlődést, hogy egyre több ember van, akinek van esélye odaérni a világbajnokságokon az elejére. 106-ra megy le közben Dirk van Duivenbode. 109 Darrent maradéka, megvan a tripla, a 14 és a dupla 16, bedobja, bedobja a 100 fölött ki. Ezek nagyon kellenek neki, de most már azokat a kiszállókat is jól kell teljesítenie, amikor lekerekít magának, és már igazából csak a duplát kell megdobni, mert azokkal szoktak lenni a problémái. 123-at dob Darrent kezdésből, rossz mondjuk, de... Függően attól, mit fog Diamond Bode, de elszalad a triplába. 135-öt dob. Ott jobbat, jobban kezd. Az is jó. Még az is bent van. Messze lecsúszott. Ott van a tripla lent a 19-esen. Most egy pici problémában vissza kéne dobni a 20-asra. Mert ez is jó egyébként. Csak így ugye búlos kiszálló marad. 100-asra kiszállón van Diamond Bode. De nem dob százat! 210 marad. Tripla nélküli volt a kör. 6 nyíl. 161-ről így nem lesz befejezés.
53. Ez most nem a legjobb kör volt Darrentől. Bizonyám nem ezt kihasználhatja, de nem jön tripla. Nem jön meg itt. 60 a dob. És itt 150 marad. Darrent még mindig jó helyzetben. Most megint elhagyná a szerencséje. Az jó. 92-vel 16-ra teszi le magát. Dupla 8-at kell dobnia, ha csak a 150-et. Most Darren Bode meg nem csinálja. Hát már nem fogja megcsinálni. Aha, bizony. 58. Na nézzük a dupla 8-at a 2-2-ért, és hogy aztán jöjjön egy olyan leg, amivel behúzhatja a meccset Glenn Darrent. De először ezt dobni kéne a duplát. De nem dobja a duplát! Aha. Hát az Matyiba lehet. Most ezt a szettet elvihet egy 92-es kiszállóval. Megint jön a két dupla. Bizony jön a 18-ason, és megint még egy tettó. Csinálja. Megint dupla-dupla. És 3-2-re szépít a holland. Ezt másodszor csinálja meg. Igen. Kényszerhelyzetben volt egyébként mind a kétszer, lehet mondani. Tehát ha tudja, 99. dupla 18-at, akkor tudja. Nyilván arra fog dobni. Most látszik, hogy hisz benne. 99. Pedig egyszer-kétszer már megtréfálta itt a meccsen. Tehát nyilván ez nem lehet körülmény. 96 100-as. Érkezik a hollandtól, 2-13-ra megy hátsó pályáról. Glenn Urquhart, 142. Az a 19-esben landolt. 99. Glenn Urquhart, 120. Glenn Urquhart 43. Ott van a 11-es és a dupla 16. 1-0-ra vezet. 6. szedben Glenn Darrent. Fifty-seven. 57-es. Talán rossz kezdés után most javíthat a következő körben. Most már kellene a tripla. 96. Dobja az utolsó nyillal.
Az jó, az a tripla. 100-as. Fontos három nyíl következik most. Kéne a tripla, mindenképpen. Ott lent jön is a tripla, 19. Kétszer is! 150-nye marad. Hova megy Darent? Viszont ő most nem dob triplát. Így 188, nincs kiszállón. Úgyhogy lehet az egyenlítésért dobálózni most, de Bódénak, és nem is kell azonnal megcsinálni. 52-re megy le. Majd megint egy szektorhiba. Ez csak sima 19, és nem jön a tripla megint csak. És a dupla 16. Kívülről van egyelőre, tehát még mindig ugyanoda kell célozni, és nem dobja most ő sem. Na, 144, az azért most extra lenne. Hát az az. Azért itt most könnyebb helyzetben a holland, de így már nincs miről beszélni. Kell a dupla 16 az egyenlítéshez. Egészen szélsőségesen játszik Darren, de valahogy a leg, amikor nyilvánvatlanul elkapja. Sajnálkom, még hát egyszer még igen, a kiegyensúlyozottság még hiányzik a játékából, de júj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 
16-os után nem dupla 8, hanem sima 16. Hát eddig azért Darrent kihasználta a holland hibáit. Ki tudja, most azt mondja, most kihasználja, utána dobhat a győzelemért, vagy kezdhet a győzelemért, bocsánat. És jön is. És a dupla 9. Ha nem találja el. Hát a lehetőség megvolt. A lehetőség megvolt. De ezzel sem tudott élni, és ez ugye az előbb a szettjébe került. Amikor egy ilyen kis szállót unni elsírja magát szegény. Dupla 16. Még egyszer tehát. Kiveselkedik. Igen, most szinte ugyanoda dobta, de most egy picit följebb kell dobnia. És bedobja az utolsó nyillal. 1-1 a hatodik szett állása, de Glenn Darrent kezd. Most milyen jó kezd. 180-nal! 14. a meccsen. Ennél maga biztosabb megoldás nincs arra, hogy a saját legjeidet hozzad. Dob egy 135-öt rá. Ellenfele, és nézzük a folytatást. Ez már nagyon alatta van. Volt túl jó folytatása Glenn Darrennek, de most próbál rákapcsolni, hát ha sikerül elcsípni ezt a hátsó pályára, ezt a leget. Bizonyám. Ismét 6 nyilas időszak van, tehát 6 nyila van Darrentnek. 94. Na, de szép, 94-et dob, 70-re megy le. Is nagyon karcsú, 170 így, ugyan kiszálló, de a legmagasabb. A 20 és a dupla 16. 170 kell Dirk van Duivenbode-tól. Hát már egyszer megdobta, de ez most nagyon ez most egy fontos más helyzet. Ugye ott a második legben dobta meg a mérkőzés második legjében Adam Hunt ellen. Itt azért más a sztori. Viszont jön a tripla.
Meg és még egy, és a Bull bedobja! És megdobja most is! Azt a mindenit! Itt az extra! Hát most már csak ő van 170-nel. Az igen. Hát ez komoly kiszálló volt. mint aki citromba harapott. Szó szerint szinte. 58. Egyenlíthet most, hogyha tud. Ó, ez szerintem egy kicsit benne maradt Darrenbe. Vagy ötöst. Most lent a váltás jön. 82. Ugye jobban kezd, de... Maknázta ki teljesen a dolgot, pláne így. Fölbentek a kiszállózásai Hollandnak, fölzárkózott. És ebben a kiélezett helyzetben ez most fontos lehet. 133-at dob közben megint, és 176, nincs kiszálló. Nézzük Darrentet, 320-ról. Ú. 85, ez nagyon kevés. Ott van a 134. Gyorsan dűlőre viheti ezt a szettet a holland. Igen. A Turner is ugye ezt ecseteli, hogy mennyire megváltozott a testbeszéde Dirknek. Ami ott azt a 170-et bedobta, az most lehet, hogy most is vissza, meg fog változni, hát az mekkora lenne. Most jön vissza egy. Igen. Szerintem átvillant Divenbode agyán is, hogy te úristen. De nem lesz ebből nem 170. Lesz 170, igen. Ó, a tripla 3 lett, a tripla 19, a tripla 18 az jön, de hát ez nagyon kevés. A dupla 16-tal lehet egyenlíteni, és egyenlít is. 3-3! És ami egyébként most érdekes, hogy ő kezd. Bizonyám. És most nem tudnak levegőt venni, nagyot fújtatni lent, hanem bizony egyből folytatni kell a meccset. Százassal kezd a holland. Ötössel kezd. Lendarent. Igazán az egyik kedves hozzászólónak tényleg volt még egy dupla-duplája Dirknek, csak hát ugye az a probléma, tehát ott kényszerből dobta a kétszer dupla nyolcat. Ugye az más, amikor úgy megy rá dupla-duplára, hogy a 32 helyett a dupla nyolcat találta, tehát a dupla 16 helyett, és akkor még egyet kellett dobnia, de való igaz, hogy ott is két duplával szállt ki. 100. Csak itt ugye, amikor 72-je marad két nyíllal a kezébe, és úgy dob dupla-duplát, vagy 80-nál két dupla osztat, az azért nagyon kis mutatós megoldás. 140. Ezzel lemegy 161-re. Dirk van Duivenbode. Gyönyörű 177-es. Fogyasztás Darrentől, de 180-ra megy le, ami nem kiszálló. Úgy van két köre. 66-ra megy le holland. Dupla 18, most nem adja, és 40-re lebrékelheti most Glenn Darrent. Megint szépen megoldotta a holland, de lehet, hogy hátrányba kerül. És bedobja a csücsökbe éppen, hogy de bent van a dupla 10-ben.
Hát igen, érdekes a dolog. '96-tal kezdett Mandarent. Jön a tripla. Kell még egy tripla neki, nem jön, csak egy százas. Triplát, a második, közben megy 140, igen, vele vezetődött itt a harmadik nyíl. '140, Darrent, de nincs kiszálló, igen, Darrent, lett, igen. Volt, de lemehet kiszállóra, méghozzá alacsonyabbra, de századobit 161. Az ugyan kiszálló, de nem a legjobb ebben a helyzetben. Az egyesbe megy? Ó, a triple egybe van. Bizony. És lent sem jön, 46-ot dob. 123. Tud egyenlíteni. Most még nem fog tudni. 89, 72-re megy le, 123-ra. Nincs benne, még a tripla 18. Nagyon sok hiba, nagyon sok a hiba, nagyon sok a hiba. 4 bedobott a tripla 18 helyett, 72-vel egyenlíthet megint hátsó pályára, folyamatosan egy csomó breakleg. Ott egy egyes. És a tripla 13 nem találja. Mind a kettőinek van 7 olyan legi, amit hátsó pályáról nyert meg. 40 nem marad ugyan, de Darrent jön 67-re. Még mindig kell a 18 és a dupla 16. És nem találja el Glenn Darrent, így marad a 16. Visszaheti. Gyorsan elment még inni egy kortyot. Van Duivenbode. Igen, ez eléggé siralmas. Na, bocsánat, hogy én ezt mondom, de nyilván Darrentnek a legrosszabb. Bedobja. Bedobja a dupla tizet, a holland, így aztán egyenlít, és visszaveszi a lehetőséget, hogy ő vezesse. Hogy örül neki. 17 nyilas volt ez a leg egyébként. Átlagban most már csak ilyen 6 pont körüli különbség van kettő között, 96,1 és 90,1. És ott a 180! Hihetetlen, milyen magabiztosságot tud meríteni egy jó kiszállóból, egy sikeres kiszállóból, inkább úgy mondom, mert 40-et azért illik megoldani körönbelül ezen a szinten. Nem dob triplát Darrent, csak 60 a körértéke, ez így kevés. Valami gondja van a tollaival. Ott a negyedik nyíl. Az ötödik alatta. 98. Százas. Hatalmas előnye van a hollandnak. Glenn Darrent 180-nal sem tud lemenni kiszállóra, de hát nyilván minél nagyobbat akar dobni, hogy azért ott legyen az esetleges lehetőséget megragadni. Ott a tripla. Nem dob rá, mert 206-ja van. Bocsánat, igen. Ez sportszerű. De nagyon szépen lemegy
32-re. Pedig 79 a dobás. 104-jel, lemegy 102-re. 32 a hollandnak. A 2-1-es előnyért, és bedobja most a duplát, és 2-1-re vezet. Mindössze egy legre van. Talán élete álmát meg tudja valósítani azzal, hogy a legjobb 8 közé dobja magát. Nagyon jó, kezd viszont Dan Durant 136-tal. Jön-e válasz, mondjuk egy 140. Bizonyám lehet, hogy jön 140. pont. Most nagyon rossz kör Durant-től, de nem a legjobb kor jött neki. Főleg így, hogy jön a tripla a hollandnak, és kipattan egy nyila. 120-at így is bedobja. Elképesztő. Nem jön a tripla Glenn Durant-nek. Most az második nyila, igen, levált, 19-esen nem jön. 99, ez kevés lehet. Persze még ott a lehetőség. Picit ilyen nyugisra vette a figurát a holland. Rákészül. És bedobja az utolsó nyíron azt a triplát, amivel kiszállóra lement. 145-re. 208-a van Glenn Durantnek, kell a nagy dobás. Megvan a tripla, jön-e még egy? Jön. Bedobja 140. a 140-et, 68 marad. Nézzük a hollandot, ez már a 8 közé mehet. Ez a dobása sikerül, de nem jön a tripla. Viszont így 100-a marad, és 40-re lerakja magát, ki kell szállni a Glenn Durantnek 68-ról. Ezt meg kell oldania. És jött a tripla. Bedobja a triplát. Dupla kettő! De közel. Bedobja a dupla kettőt! Azt nagyon a hirtelen halál! Igen. Megint oda jutottunk, hogy egyetlen leg dönt arról, hogy ki jut be a legjobb 8 közé. Én nagyon sajnálom, hogy nem állították vissza egyébként a tiebreak-et azok után, hogy kiderült, nincs néző. Bár így is vannak elhúzódó meccsek, de azért beleférhetett volna. 99 az első köre a hollandnak, és mi a válasz rá? Egy százas Durant-től. Itt a két triplás körök azok aranyat érnek egy ilyen legben, a három meg még többet. Egy triplája van a hollandnak, de marad is egynél 100. Ez már megint ugye az a kategória, ahol az idegek játszanak. Itt már a tudás az picit háttérbe szorul az idegek harcak mellett. Igen, mind a kettő remek játékos, mindenki tudja, de kibírja jobban idegekkel. 96-ot dobott Durant, hogy jön a tripla, 18. Nagyon szép, jó helyre indított. Még egyszer. Meg az is megvan, és kéne neki még egy tripla, 18, lehet, hogy rámegy inkább a 20-asra, és nem sikerül a 168, így nincs kiszállón. De most Durantnek is két tripla kell, és ő a 20-asra kezd, így már nem lesz kiszállója. Hát, lelke rajta, de nem értem, miért nem adja meg magának az esélyt. Így viszont Dirk van Duivenbode-nak 174-re 6 nyila van. De nem dob tömeget, de 93-at dob, 81-re lemegy. Hát most egy nagy kerekítő kell Glenn Durantnek, egy 165. 177, ilyesmikben érdemes gondolkodni, de két tripla szinte kötelező. Megvan az első. A második alatta. És lemegy 100-ra. Hát ő is egy triplás kiszálló. Itt viszont meg lehet oldani simákkal. Ó! És a 72 megint, és most nem jön a 36! 12-t hagy magának, 100-ra Glenn Durant, itt az utolsó
Ez a, itt tényleg az utolsó utáni lehetőség már. Mit művel ott? Tripla 20, dupla 20. Na nézzük! Nem jó a tripla! 48-ra megy rá, teljesen rá, és nem találja a 48-at! Így már nincs kiszálló. Hát lapot húzott itt a 19, de ez hát igen, most nem jött be. Azért nem értem, mert akkor ennyi erővel tripla 20-ra is dobhatott volna. Dupla 6-tal a viszont legjobb 8 közé dupla mehet. Hat, abba hitt, és nem jött be. Dupla 6. És bedobja a második nyilat, és ezzel legjobb 8 közé bejut Dirk van Duivenbode. A Premier League győztes nagyon sportszerűen megtapsolja az ifjú hollandot. Darent ezúttal búcsúzik. Nem sikerül a legjobb 8 közé verekednie magát a holland sportpöttyel. Most a holland jött ki jobban. 4-3 egy döntő leggel. Nagyon fordulatos meccsen. Nem fejlődő legszínvonalasabban, egy nagyon fordulatos meccsen. Pici pihenő, és aztán jön az egyik esélyes, Gervin Price és Mervyn King eljátsz.